Minden eddiginél nagyobb energiaigénye lesz Magyarországnak a következő években. Egy most készült kutatás szerint viszont a nap- és szélenergiára nem lehet alapozni az áramellátást. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkatársai több évtized meteorológiai adatai alapján kiszámolták, mire mennénk a megújuló energiával. Kiderült, hogy az időjárástól erősen függő nap és szélerőművek elterjedése jelentős kihívások elé állítja a villamos energiarendszert. Az elemzés szerint csak akkor lesz biztonságos az ellátás, amennyiben a magyar energiamixben az atomenergia is hangsúlyos szerepet kap. Folyik tehát tovább a vita, és megjelent itt egy új fogalom, a Sötét Szélcsend Aszódi Attila egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének tanára. Vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi ez a Sötét Szélcsend? Ez egy nagyon izgalmas helyzet, a villamosenergia rendszer szempontjából kifejezetten komoly kihívásokat jelent, abban az esetben, hogyha nagy nap és szélenergia kapacitások vannak beépítve a rendszerbe. Arról van szó, hogy amikor ezek az időjárás függő megújuló források egyre nagyobb szerepet kapnak, akkor technikailag bonyolultá válik azoknak a, a helyzeteknek a kezelése, amikor sötét is van, tehát nem süt a nap, és nem fúj a szél sem. Mert hogyha nagy a napi szélenergia kapacitás a villamos rendszerben, akkor nyilván ezek az állapotok, amikor se a nap nem süt, sem a szél nem fúj, akkor olyan helyzetet teremtenek, amikor biztosan valamilyen más energiaforrással kell biztosítani a villamos energia ellátást. Márpedig a villamos folyamatosan szükség van, és hát bizony a dekarbonizáció, a klímavédelmi átmenet azt igényli, hogy, az egy, hogy egyre több területen vezessük be a villamos energiát a foszilis energiahordozók helyett. Tehát Igen. a, a villamos energia folyamatos és biztonságos ellátása kiemelt szerepet kap, még fontosabb lesz, mint jelenleg. Igen, ők az elmúlt évtizedek, több évtized időjárási adatait, modelleit táplálták be, és pontosan egy olyan kutatást hoztak létre, vagy alkottak meg, ami ezeket az adatokat elemzik. Mire jutottak? Hány ilyen nap van, amiről ön is, ön is beszélt? Egy nagyon érdekes módszert alkalmaztunk három fiatal kollégának a, a bevonásával. Azt, azt az elvet ö, ö, vezettük itt be, hogy vannak úgynevezett determinisztikus elemzések, amikor valaminek felírjuk az egyenletét, és aztán ezeket az egyenleteket megoldjuk. De az emberi agy nem így működik. Amikor egy kézilabdás eldob egy labdát, és megpróbálja a bal felső sarkot eltalálni, akkor nem számítja ki pontosan, hogy ez a labda hogyan fog repülni, hanem sok-sok gyakorlással, az agyában egy olyan beállítást hoz létre, amivel tudja, hogy hogy kell eldobni a labdát ahhoz, hogy az, az célt érjen. Na hát ennek a matematikai modelljét építettük fel, ez a gépi tanulásnak az egyik módszere, ez a mesterséges neurális hálózat, amiben betápláltuk három év meteorológiai adatait, betápláltuk hat év villamosenergia fogyasztási adatait, ezzel megtanítottuk ezt a mesterséges neurális hálózatot arra, hogy különböző meteorológiai körülmények az év különböző órái során milyen villamosenergia termelési profilt produkálnak, és utána ennek a segítségével 42 év adatait visszamenőleg feldolgoztuk, és tulajdonképpen azt állapítottuk meg, hogy ha a jövőben, mondjuk 2030-ban úgy alakulnának a meteorológiai körülmények, mint hogy az elmúlt 42 évben alakultak, és akkor egy jövőbeli villamosenergia rendszer Magyarországon mire lenne képes. És ez alapján állapítottuk meg azt, hogy hogyan várható ezeknek a sötét szélcsendes állapotoknak az eloszlása. Azt látjuk, hogy az egy-két-három óráig tartó ilyen sötét szélcsendek viszonylag gyakoriak, Előfordult olyan állapot az elmúlt 42 évben, amikor 60 órán keresztül nem fújt a szél, és nem sütött a nap egy egyszerre. Tehát ezeket az időszakokat is át kell tudni hidalni. Azt is megmutatta ez a modell, hogy ha egészen nagyra, 5 ötszörös értékűre növeljük a napenergia kapacitást, és a szélenergia kapacitást mondjuk a tízszeresére, akkor sem tudjuk a a karbonsemleges villamos energiának a részarányát 42% fölé növelni. Ezért mondjuk azt, hogy ha az a közös európai cél, hogy 90 legyen a a karbonsemleges villamos energia részesedése, akkor atomenergia és megújuló energia hordozók együtt szükségesek a villamos rendszerbe. Ez a klímavédelmi szempontok miatt is szükséges, és az ellátásbiztonsági célok miatt is, csak akkor fogjuk tudni a villamosenergiát ellátást folyamatosan fenntartani az év minden egyes órájában. Ennyi a klímakutatók arra figyelmeztetnek, és itt azért elég sok kérdőjel van, hogy a klímakutatók szerint ugye nagyon szélsőségessé válhat az időjárás, ez a legfőbb veszélye annak, hogy egy hosszabb, asszályos időszakot egy nagyon csapadékos időszak követ, és ezt nem lehet előre kiszámítani. Viszont például a zöld átállás és az elektromos autó kapcsán, ugye az akkumulátorgyártás most ismét nagyon erősen középpontba került. Ennek az iparágnak és egyre többi iparágnak viszont rendkívül sok energiára van szüksége. Hogyan lehet összehangolni azt, hogy megújuló is legyen az energia, biztonságos és állandó legyen az energiaellátás, és egyébként pedig a zöldítés felé haladjunk nem túl sok feladat ez egyszerre? Igazából, Máté, ezért mondjuk mi azt, hogy az mixben ezek az energiahordozók együtt kellenek, atomenergia és megújulók együtt. É, ugye ezek a gyárak, ezek akkor fognak megtérülni, és akkor fognak jó pozíciót elérni a piacon, hogyha folyamatosan termelni tudnak éjjel-nappal, télen-nyáron. Ehhez pedig folyamatos villamos energiállátás kell. É, úgyhogy pontosan ezért van szükség erre a fajta energiamixre, az ellátást folyamatosan fenn kell tartani. És akkor ez hogyan megoldható? Hogyan lehet kivédeni ugye ezeket? A legnagyobb problémát az energia kapcsán mindig a tárolás jelenti. Igaz, és hogyha egyszerre mondjuk rengeteg nap- és szélenergiát kell eltárolni a rendszernek, az nem megy. Viszont, hogyha pedig a sötét szélcsend van, akkor hirtelen nagyon megugrik az igény. Ezt milyen hálózat bírja? Ez is egy hatalmas fejlesztési kérdés, nem? Igen. Ezzel a kérdéssel foglalkozunk most intenzíven. Nagyon nem mindegy, hogy milyen fajta tárolót és mennyit teszünk be a villamosenergia rendszerbe. Nyilván ezek a tárolók is pénzbe kerülnek. Ez a következő lépése a vizsgálatainknak. Azt próbáljuk megnézni, hogy, hogy mennyi tárolóra és milyen fajta tárolóra építve lehet ezt az ellátást folyamatosan fenntartani. Azt látni kell, hogy az akkumulátoroknak a megjelenése a villamosenergia hálózatban a rendszer flexibilitását és bizonyos szabályozási feladatokat tud biztosítani, de az akkumulátoroknak a kapacitása még hosszú ideig nem lesz akkora, hogy sok napon, vagy adott esetben hónapokon keresztül tárolják a villamosenergiát. Tehát itt más megoldásokra lesz szükség. Én, és ha még a foszilis energiát kiváltjuk, akkor a nukleáris energia, tiszta nukleáris energia jelentheti az egyik megoldást ön szerint? Én továbbra is azt mondom, hogy a megújulók és a nukleáris energia kombinálása az, ami a megoldást el tudja hozni. És a, a szén felhasználásával biztosan fel kell hagyjunk ezzel kapcsolatban már ugye konkrét elhatározások vannak az év, évtized közepére, ez Európában a legtöbb országban megtörténik. Ugye beszéltünk már itt erről, a földgázellátásnak a folytonossága itt a mostani háborús válság helyzetben azért megkérdeződik, ezért látjuk mi azt, és a számítások is ezt alátámasztják, nukleáris energia és a megújulók együtt, és a tárolás fejlesztése ez a, ez a jövő az energiapolitikában. Azt mondja tőlem, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.